A kelemvölgyiek a Kéktótéri játszótéren ünnepelték a gyereknapot. A Kulti Kelemvölgyi Közösségi Ház szervezésében idén is volt bábszínház, ringató, ugrálóvár és bicikliverseny is. Próbálunk mindig, minden évben valami újat is behozni, de hát vannak olyanok, amiket a gyerekek képtelnek megunni, ilyen például az ugrálóvár, szeretnek kézműveskedni. A Bazsarózsa bábjátszók Lev Tolsztoj, Aranyos Tarajos kiskakasát adták elő. A kicsit engedetlen kiskakas mindig bajba kerül, és ezt azért szeretem, mert a gyerekeknek ez egy példa arra, hogy néha szót kéne fogadni. A báb előadás után közös kézműves foglalkozás keretében a gyerekek el is készíthették a főszereplő kiskakast. Mindig valami olyan figurát veszünk bábkészítésnek, amilyen figura szerepelt az előadásban, és akkor, ha hazaviszik, akkor eszükbe jut, hogy mit láttak a bábszínpadon. Rosszalkodott ez a kiskakas? Vagy jó volt? Milyen volt? Jó volt, és rosszalkodott kicsit. És kikkel találkozott az útja során? Cica, Róka, Mókus. A különleges hangulatú Tavacska partján minden korosztály késztetést érzett arra, hogy pecabotot ragadjon. Kinyitják a kék tónak a területét, és egy picit megnézhetik most közelebbről is, pecázhatnak is bizonyos formában, persze nem magában a tóban, hanem csak egy kis edényben, ahol elkezdhetik mondjuk így, hogy a pecázásnak a rejtelmeit elsajátítani, hogyha kifognak egy kis műanyag halat, akkor egy pontot kapnak, ezt persze beválthatják. Te is kifogtad. Míg a legkisebbek kézügyességüket fejlesztve gyakoroltak a nagy feladatra, addig a tapasztaltabb horgászok már a bográcsban rotyogtatták az incsiklandó illatú halászlét. Mitől jó a halászlé? Hát attól, hogy hal van benne. És milyen hal legyen benne? Ponty. Többféle halat is lehet, de sajnos most csak pontyok vannak benne, de ettől még nagyon finom lesz, garantáljuk. A fiúk leginkább a már hagyományosnak számító bicikli verseny miatt izgultak. Néhány bemelegítő kör és az útvonal feltérképezése után lelkesen vetették bele magukat a száguldásba.